A kedvezőtlen időjárás sem tántorította el az erős embereket attól, hogy a városi minifoci pályán ismét összemérjék erejüket, ahol ezúttal már nem csak profik, hanem amatőrök is versengtek a legjobb helyezésért. A szombati második székely nagydíj profi kategóriájában 7 magyarországi versenyző mérte össze erejét, s ugyan a zuhogó eső miatt néhány versenyszámot módosítani kellett, az elszánt erős embereknek ez nem jelentett akadályt. Volt röngnyomás, 120 kilós izlandi keresztet cipeltek, kamiont húztak, bárdot tartottak és lengősúlyt cipeltek. Az összesített eredmények szerint a mezőszilasi Sebestyén János lett a második székely nagydíj nyertese, ám igencsak szép eredményt ért el a második helyen végzett martfői Bíró László is, aki a versenyzés előnyeiről és hátrányairól is beszélt. Megtanít hatalmas fegyelemre, illetve küzdeni akarás, illetve is fejleszti a küzdeni tudásunkat. Természetesen sok edzésre van szükség, ezek mellett nagyon sok lemondásra is, mert azért a szabadidő egy kicsit redukálódik nyilván, főleg ha még dolgozik is valaki, úgyhogy hát ilyen heti 4 edzés legalább szükséges ez a sporthoz. Idén a szervezők legnagyobb örömére az amatőr megmérettetésre is érkeztek jelentkezők, csíkszeredai, csíkszentmártoni, kézdivásárhelyi és gyergyóditrói versenyzők mérték össze erejüket. Nekik a profikéhoz képest valamivel szolidabb próbákat kellett kiállniuk, ügyesen teljesítettek ők is. A végső állás a következőképpen alakult, a kézdivásárhelyi Boros János és Götér Zoltán végzett az első és második helyen. A dobogó harmadik lépcsőfokára a csíkszentmártoni György Tamás Attila léphetett fel. A székely nagydíj vetélkedőre a polgármester hivatal és a Fások SK szervezésében került sor. A szervezők a kedvezőtlen időjárás ellenére is sikeresnek ítélték a rendezvényt. Az idő sajnos nem kedvez, viszont így is sikerült megszerveznünk a második székely nagydíjat. Mi azt gondoljuk, hogy az a hagyomány, amit itten tereptünk, az mindenképpen jól jön a városnak és jól jön a környéknek, hisz olyan sportágba enged betekintést, amely számunkra idáig ismeretlen. A szervezők azt ígérik, újra visszatérnek, sőt az is megtörténhet, hogy jövőre már országos méretűre duzzad a vetélkedő, és a magyarországi erős embereken kívül már hazai, profi versenyzők is részt vesznek a megmérettetésen.